formanyomtatvánnyal a zsebükben üljenek be az autóba, ha Ausztriába utaznak. Abban az esetben ugyanis, hogyha büntet a rendőr és nem beszélik a nyelvet, az ügyvéd szerint könnyen lekéshetik a fellebbezés lehetőségét. Vasárnap a Heti Napló című műsorunkban már láthatták a magyarok kálváriáit az osztrák utakon. Az igazságügyi szakértő híradónknak azt mondta, hogy nem mindig ok nélkül büntet a rendőr. Irány Ausztria, irány nyugat. Bevásárolni színházba, kiállításra. Vagy ha csak egyszerűen átutazóban mennek az emberek az osztrákok felé, nagyjából tudják, mennyi pénzzel kalkulálhatnak, aminél többet nem kell, nem tudnak, vagy nem is akarnak elkölteni. Ám mindig lehetnek váratlan kiadások. Így járt az a három férfi is, akiket már megismerhettek a Heti Napló adásában. Mindannyian autóval mentek Ausztriába, és mindhármukat megállították a rendőrök. Egy kőfelverődésre azt írta, hogy egy tömítetlenség és beázás és mozog a lámpa. Pótfék lámpa valamiért nem működött, ami szerintem semmit nem befolyásolja a közlekedésbe. Az nem működött egyszer rajta, az is 75 euró. A kézi féknek volt egymástól való eltérési aránya nagy volt, és ezért levették a rendszámot, a forgalmit, és az összes papírokat elvették. Magyarország bécsi nagykövetségének oldalán hosszan írnak arról, mire kell figyelni az Ausztriába való kiutazás során, de az ügyvéd is felhívta a figyelmet arra, hogy ha valaki nagyobb bírságot kap, akkor közigazgatási jogorvoslattal lehet élni. Ugyanakkor, ha ezt ott helyben nem teszik meg, akkor lecsúszhatnak róla. Ha valaki nem beszél németül, tehát nincs német nyelvismerete, abban az esetben érdemes egy előre bekészített formanyomtatvánnyal élni német nyelven, és ez azt jelenti, hogy a közigazgatási bírsággal szemben jogorvoslattal élek. Egy ilyen formanyomtatványt, hogyha bekészít valaki az Ausztria utazása során, és megállítja a rendőr, akkor már ott helyben át tudja adni az intézkedő rendőrnek. Híradónk megkeresett egy Németországban élő igazságügyi szakértőt, akit sok magyar keresett már meg az utóbbi időben. De meg egyébként Magyarországon csekélységnek gondolunk, ugye mert a vizsgán ez úgyis átmegy, egy kicsikét ilyen magyarosan, azért az a kereszt szabályok szerint nem felel meg. Tehát természetesen hamarabb megállítanak egy kelet-európai autót, mert a rendőrök tudják, hogy ezekkel hamarabb fog problémát találni. A bécsi nagykövetség szerint szabálysértések, bírságok, rendszámlevételek számában az utóbbi időszakban nem következett be változás. Arról sem tudnak, hogy a magyarokat szigorúbban büntetnék, de ha a követség értesül ilyen esetről, megteszik a szükséges lépéseket.